Ki volt Egres királynő? Port Jackson királyának felesége. És ki volt Port Jackson királya? No, erről lesz szó ma. Múltkor Flinders kapitánnyal kapcsolatban említettem egyik kísérőjét, aki Bangeri nevű aboriginál volt. Illem úgy kívánja, hogy vele is foglalkozzam kicsit részletesebben. A Coringai törzshöz tartozott, és valószínűleg a mai Broken Bay-ben született, 1775 táján. Mikor a parti őslakosok körében terjedt, hogy a település, azaz a mai Sydney egyre növekszik, ő is inkább áttelepült. Flinders útjáról visszatérve fontos embernek érezte magát, ezt úgy juttatta kifejezésre, hogy a fehéreken látott, és tőlük kapott ruhába öltözött és járkált, időnként a darabok nem voltak egész hagyományosan összeválogatva, és feladatának tartotta, hogy az ideérkező látogatókat ünnepélyesen fogadja, mint egy a település képviselőjeként. Macquarie kormányzó szolgálataért Broken Bay törzsfőnöke címet adományozta neki, Chief of Broken Bay, és ezt egy bronz plakettre rá is vésette. Ezt a plakettet, mint egy melldíszt, Bungari állandóan és büszkén viselte. Az ideérkező látogatókat bumeránghajításra oktatta, adományukat gyűjtött törzsének, és sokak nagy derültségére élethűen utánozta, figurázta ki a különböző akkori tisztségviselőket. Lehet, ha rajzolni tudott volna, karikaturista lett volna belőle. A kormányzó Macquarie nagyon kedvelte, és átlátta, hogy bolondozik, de nagyon intelligens ember, és ennek megfelelően bánt is vele. Házat is építetett neki, kétszer, mert az első leégett, a mai George's Head környékén. Ezért ő önmagát időnként Port Jackson királyának nevezte. Tehát akkor a felesége királynő. Bár a törzsi szokások másképp szabályozzák a kapcsolatokat, legfőbb kísérőjét az egyszerűség kedvéért feleségnek hívták. Ő eredeti nevén Matóra, de Egres királynőnek Queen of Gooseberry titulálták, hogy miért nem találtam, de több neve is volt, Déli bejáró királynője, vagy Sydney és Botani királynője. Ő is kapott félhöld alakú bronzplakettet, erre azt vésték, Queen Gooseberry, Queen of Sydney to Southhead. A kormányzó adott nekik csónakot, ezzel haláztak, ami fogás után a törzsi szükségekből fennmaradt, azt bizony rumra vagy dohányra cserélték be. Ez viszont korán elvitte Bungarit, de Matóra mintegy 20 évvel túlélte. Kedvelt figura volt, takaróba burkolózva, és az elmaradhatatlan agyagpipával a szájában, a Pitt és Marquesit sarkán lévő akkori Cricketer Arms Hotelben. Később a Sydney Arms Hotel tulajdonosa, már a Castlereagh Street-en karolta fel, ő is temettette el, még sírkövet is állítatott neki, ez a mai botani temető pionír szekciójában található. Említettem, hogy Bungari nevét egy feri is őrzi. Javaslom, üljünk fel rá, és hajókázzuk végig a hárból, elképzelve, milyen lehetett ez vitorláshajóval, vagy esetleg evezős csónakkal végigjárni, kis szigetek mellett egész a Paramata folyó angolnákkal teli torkolatáig, mocsaras, mangrove erdő mellett. A szigetek között van icipici és lakatlan, de van, amelyik lakott volt, és érdekes története van. Gondoltam, ne csak Ausztráliával, hanem kicsit Sydney történelmével is ismerkedjünk meg a szigetek kapcsán. A két nagyobb közül most a Goat Island, azaz Kecske-sziget kerül sorra. Ez arról is nevezetes, hogy a hajdani település másik közismert aboriginál alakja, Benelong, ott született,
illetve állítólag az ő tulajdona is volt. Hogy ez jogilag igaz vagy sem, döntsék el a hozzáértők, engem inkább a sziget története érdekelt. Zárójelben Benelong is megérdemel bővebb ismertetést, talán erre is sor kerül majd. Vissza a szigethez, amelynek igencsak változatos volt a felhasználása. Kezdetben egy lőszerraktár volt ott, logikus, hisz távol van a parttól, Balmain és Millerspont között. Ugyanezen okból bakteriológiai állomást is létesítettek ott, ez a bubópest is idején nagyon hasznosnak bizonyult. Ne higgyük, hogy ez a történelmi régmúlt, 1900-ban volt utoljára Sydneyben járvány, amely Roxon kezdődött. Bezzeg milyen jól jön ma is, aki karanténra szorul nem szállodába, hanem oda lehetne vinni a közösségtől teljes elszigeteltségbe. De volt ott hajójavító, kőfejtő, néha rabok is menekültek oda és elbarikádozták magukat, rendőrállomás, tűzoltóállomás, hogy csak a nagyobb mérföldköveket említsem. A tévénézők pedig az egyik sorozat, a Water Rats színhelyeként ismerhetnek rá. A sziget látogatható többnyire túrák keretében, mi is úgy voltunk ott. Mondom ezt úgy, hogy vírus előtt lehetett menni. Hogy ismét mikor, nagy kérdés. A szigeten nagy számban találjuk a múlt emlékeit, lett légyen ez ipari vagy aboriginál emlék. A partoktól való távolsága pedig ideális helyszín nagy hangerőt igénylő rock koncertekre, a Midnight Oil együttes is ott volt. No, mi nem. De addig is, míg ismét indítanak túrát, üljünk fel a Bungari nevét viselő ferire, és töltsünk el egy szép napot a harbourban, és gyönyörködjünk a szigetekben távolról.